Köszöntöm a Mezőtúri Városi Televízió nézőit, Önök a Túri Objektívet látják. Műsorunk mai vendége Herceg Zsolt Mezőtúr polgármestere. Üdvözlöm Önt nálunk, és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is nagy tisztelettel köszöntöm, a nézőket is, és nagyon szépen köszönöm a meghívást, örömmel jövök mindig. Beszélgetésünk elején ejtsünk egy pár szót a koronavírussal kapcsolatos legfontosabb helyi információkról. Azt már többen tudhatják, hogy Mezőtúron is találtak koronavírussal fertőzött személyeket. Mik a legfontosabb, legfrissebb hírek ezzel kapcsolatban? Várhatóak-e szigorító intézkedések? A város hogyan tud egyáltalán védekezni egy ilyen helyzetben? Nem egyszerű a kérdés. Ott kezdem, hogy a mai napon 3 fertőzöttről tudunk, hogy volt néhány nappal ezelőtt még 4, de közülük 2 már elhagyhatták a karantént, és ugye lett egy újabb fertőzött, tehát így most a mai napon arról tudok beszámolni, hogy 3 vannak. Hangsúlyozni kell, hogy a hatóság tudomása szerint. Tehát ez nem azt jelenti, hogy 3 fertőzött van, és azért is biztatok mindig mindenkit a közösségi oldalamon, most fog megjelenni a Mezőtörés vidéke ott is, hogy a biztonsági intézkedéseket igenis nagyon fontos, hogy mindenki betartsa. Tehát a maszk viselésére gondolok, a rendszeres, sűrű kézfertőtlenítésre gondolok, az egymástól való távolság tartásra gondolok, tehát ezek a legfőbb olyan dolgok, amiket tulajdonképpen egyszerű megtennie mindenkinek, tehát nem jár nagy áldozattal, és nem is fáj egyik sem. De nagyon fontosnak tartom azt, hogy legyen ott mindenkinek a tudatában, hogy nem feltétlenül 3 van csak Mezőtúron, vagy 3 vannak. Tehát felhívom a figyelmét mindenkinek a biztonsági intézkedéseknek a fokozott betartására és odafigyelésre. Én nagyon remélem, hogy nem fog nagy számban fertőzött mezőtúri polgár majd a következő hetekben, hónapokban előfordulni, de sajnos ez sem zárható ki, és az prognosztizálható, látva itt az országos adatokat, hogy hát finoman fogalmazva nem nézünk egyszerű ősz elé. Hát nagyon remélem, hogy minden megy, itt most az oktatás nevelési területre gondolok, tehát nem kell osztályokat felfüggeszteni és online módon például az iskolákban az oktatást bevezetni. Ugye ennek egy új rendszerét találták ki, tehát hogyha egy adott osztályban találnak egy pozitív gyermeket, akkor az adott osztályt küldik online, úgymond üzemmódba, tehát onnantól kezdve, hogy nekik nem lehet iskolába járniuk. Hát jó lenne, hogyha nem lenne egy ilyen eset sem. Hát majd látjuk, nyilván jóslásokban nem szeretnék bocsájtkozni, ezért is mondom, hogy mindenki legyen nagyon-nagyon óvatos. Ami az önkormányzat részéről, tegnap is a vezetőim beszéltünk róla, hogy mi is készülünk különböző intézkedésekkel, tehát például, hogyha bejönnek a hivatalba, akkor tudjanak kézfertőtlenítést, hogy a maszk viselését előírjuk. Nagyon remélem, hogy a hivatal nem fog leállni ugyanúgy, mint tavasszal. Kénytelenek voltunk ezt megtenni, úgyhogy hát majd látjuk, tehát legyen mindenki óvatos, és tényleg vigyázzunk egymásra, ez ne csak egy olyan szlogen legyen, ami ugye egyik fülünkön be, a másikon meg ki, hanem tényleg vegye mindenki komolyan, hogy a veszélye itt van. Hát aztán majd látjuk. Az elmúlt hónap képviselőtestületi ülésein több fontos téma is napirenden volt. Az augusztus 6-ai és 27-ei ülésen is tárgyalta a testület a szórakozó helyek, üzletek éjszakai nyitvatartásáról kapcsolatos új rendeletet. Itt milyen döntés született? Igen, ennél a témánál talán ott kezdeném, hogy az első leges célunk az volt
az előterjesztéssel, a rendelet tervezet összeállításával, hogy valamit kezdjünk azzal a problémával, amely abban nyilvánul meg, hogy nagyon sok mezőtúri polgár panaszkodik, hogy nem hagyják hétvégén éjszaka vagy hajnalban pihenni. Tehát különböző csoportok jelennek meg a közterületen, alkoholt fogyasztanak, ami önmagában eleve tilos. Sajnos a drogfogyasztás is jelen van, ezt én úgy gondolom, hogy nem szabad homokba dugni a fejünket, tehát erről is nyíltan beszélni kell. És hát lényeg az, hogy olyan cselekmények zajlanak a közterületen, az utcákon, hogy zavarják a mezőtúri polgárokat, és hát nyilván itt az önkormányzatnak valamit ezzel kapcsolatosan tenni kell. Nem véletlenül volt az, hogy az alkoholfogyasztási tilalmat is bevezettük a közterületeken, és éppen ennek is ez volt a célja. Megszületett az első döntés, az augusztus 6-ai, ahol ugye egy gépelési hiba miatt az előterjesztésben ott 3 óra szerepel, tehát hajnal 3-ig javasolta az előterjesztés a nyitva tartást, tehát addig lehettek volna nyitva. A rendelettervezetben már helyesen, tehát a szándékunk az volt, hogy 4 óráig lehessenek nyitva az éjszakai szórakozó helyek, tulajdonképpen 3 helyet érint, a mezőtúriak tudják, most a sorolom fel, nem akarom húzni az időt. És hát itt aztán ebből lett egy vita, hogy a Tegyünk Együtt Közösségünkért egyesület ragaszkodott a 3 órához. Mi, és ezt ugye egy módosító indítványként ugye szavazásra is felterjesztette, mi a Fidesz-KDNP képviselői ezt nem fogadtuk el, viszont aztán a rendeletet a 3 órával mi is megszavaztuk. És hát utána nagyon sok jelzés érkezett a tulajdonosoktól, az üzemeltetőktől, az érintett szórakozóhelyek részéről, illetve hát nagyon sok lakossági vélemény is eljutott hozzám, kritika, vagy voltak olyanok, akik a felháborodásoknak adtak hangot. Na, a lényeg az, hogy az üzemeltetők, illetve a tulajdonosok is elmondták, hogy azért illett volna őket megkérdezni, amikor az önkormányzat a döntését meghozta. Hát bevallom őszintén, hogy ebben hibáztunk, tehát nem kérdeztük meg őket, de hát az egyik képviselőtársamnak sem tűnt fel, köztük nekem sem. És aztán, amikor ugye eljutottak hozzám ezek a vélemények, kritikák, akkor azt mondtam, hogy valóban jó lenne, hogyha ezt újra tárgyalnánk, ezt akkor újra beviszem, a jegyzőrrel ezt leegyeztettem. És az ügyrendi bizottság ülésére, amikor már ugye újra tárgyaltuk, ez már rendes ülésem volt a hónap végén, és előzetesen az ügyrendi bizottság egy véleményt fogalmaz meg ilyenkor a testület részére, javaslatot tesz, akkor már oda meghívtuk az illetékeseket, mindenki elmondta a véleményét. És ugye az jelent meg markánsan, erről is lehetne hosszan beszélni, de a lényeget szeretném kiemelni, hogy attól, hogy az önkormányzat viszonylag hamar bezárat egy szórakozó helyet, attól még a fiatalok nem feltétlenül fogják hazafelé venni az irányt, és nem hazamennek, hanem a közterületen ugye folynak azok a dolgok, amiről az imént beszéltem. Úgyhogy ezeket a véleményeket meghallgatva, mérlegelve, az előterjesztés már úgy fogalmazódott meg a bizottsági ülésre is, hogy 4 óra 30 perc legyen. Ennek az időkorlátnak a határideje. Hát ezzel szemben ugyancsak az egyesület képviselői a 4 órát támogatták. Mi azért fogadtuk el a 4 órát, mert ha nem tesszük, ugye rendeletről lévén szó minősített többséggel kell elfogadni, ez azt jelenti, hogy a megválasztott képviselők fele plusz 1, tehát a mi esetünkben ugye 12-en vagyunk, ugye ennek a fele az 6 plusz 1, az 7 szavazat. Tehát, hogyha nem fogadtuk volna el, akkor szeptember elején hatályba lépett volna a 3 óra, tehát a korábbi döntésünk. És hát ezt megkonzultálva a képviselőtársaimmal úgy döntöttünk, hogy a 4 órát akkor mi is támogatjuk, de hangsúlyozni kell csak azért, hogy ne a 3 óra legyen, úgyhogy a 4 órát fogadtuk el.
Ezzel kapcsolatosan lenne még egy más irányú megjegyzésem, tehát a lényeg az, hogy a szórakozó helyek kapcsán ez a döntés született, és azt mondtuk, hogy akkor majd látjuk a következő hónapban ennek milyen eredménye lesz, és esetlegesen majd fél év múlva, tehát ez azt jelenti, hogy valamikor február környékén majd visszatérünk erre a témára. Ugye ezzel kapcsolatosan, vagyis az üléssel kapcsolatosan, ugye volt egy, az ülés elején, ugye Rózsa Endre képviselő részéről egy, én úgy gondolom, ügyrendi hozzászólást kért, abszolút nem ügyrendi volt, amit mondott, hiszen itt az önkormányzatnál, illetve egészen pontosan a polgármesteri hivatalban előforduló 2017-ben, és ugye most is van sajnos egy ügyünk, ezzel kapcsolatosan ugye esett nekem a képviselő, és hát én nálam is ott egy picikét elszakadt a cérna, és ugye dr. Draskovics Dénes nevét is megemlítettem. Arra próbáltam utalni, hogy az ő időszakában is volt ilyen ügy. Nyilvánvalóan azt nem tettem hozzá, hogy polgármester úr ugyanúgy ártatlan volt abban az ügyben, mint ahogy én ezekben az ügyekben, tehát ezúton is szeretnék tőle elnézést kérni itt a nyilvánosság előtt. Tehát nem szándékos volt, és főleg nem akartam őt megbántani. Tehát ezt nagyon fontosnak tartottam itt elmondani, hogyha már erről a rendesülésről beszélünk, hogy volt egy ilyen sajnálatos dolog. Hát megígérem neki ezúton is, hogy a jövőben nem fogom említeni a nevét, de hát azt azért mindenképpen le kell szögezni, hogy régebben is sajnos mostanában is vannak ilyen szomorú esetek, hogy lopnak az adott munkáltatónál, munkahelyen, és ez nem csak az önkormányzati világban valósul meg, hanem a versenyszférában is. Tehát én nem beszélgettem még, vagy alig találkoztam olyan cégvezetővel, aki azt mondta volna, hogy na, aztán nála ilyen soha az életben nem történt meg. Tehát ez sajnos előfordul. Nyilvánvalóan a képviselő, Rózsa képviselő, politikai okokból tette azt, amit tett, hát lelke rajta. Ezt a témát le is zárom ezennel. A képviselőtestület döntött még többek között a Város 2020-as költségvetésének a módosításáról is. Ezzel kapcsolatban milyen döntés született? Mit tapasztalhatnak a mezőtúriak egy-egy ilyen döntés után? A költségvetést minden évben többször módosítjuk. Ez kötelességünk is. Most például ebben az esetben ugye a veszélyhelyzetet követően 30 napon belül kellett volna a költségvetés módosítását elfogadni. Ugye a veszélyhelyzetben egy rendkívüli jogrend volt érvényben, akkor a polgármester, tehát én hoztam meg a döntéseket, a képviselőtestület nem ülésezhetett, de kivéve az elején néhány, tulajdonképpen mondhatom nyugodtan, hogy nem jelentős döntéstől eltekintve minden egyes esetben kikértem a képviselőtestület véleményét. Most a veszélyhelyzet lezárását követően ugye beterjesztésre került a költségvetés módosítása, a rendelettervezetet módosítani kellett, és ezt a Tegyünk Együtt Közösségünkért Egyesület tagjai nem támogatták, tehát nem fogadta el a képviselőtestület a módosítást, és ezzel, hogy 30 napon belül a módosítás nem lett elfogadva, mulasztásos törvénysértést követtünk el az önkormányzatunk részéről. Úgyhogy ismét beterjesztésre került, és ennek a lényege az, hogy egyrészt a költségvetés elfogadásától eltelt időszakban, tehát februártól mostanáig, tulajdonképpen aktualizáljuk a költségvetésünket, a lezajlott gazdasági folyamatok kerülnek bele, hiszen februárban születik egy terv, de hát a tervtől azért vannak eltérések, mind bevételi oldalon, mind kiadási oldalon lehetnek változások. Tehát egyrészt ezt kell aktualizálni, másrészt pedig ugye a vírus helyzet miatt a helyi gazdaság is nyilvánvalóan ezt megérezte, és hát mi is meg fogjuk érezni az önkormányzat tekintettel arra, hogy alapvetően a helyi iparűzési adók vonatkozásában minden bizonnyal csökkenés várható. Ennek a mértékét még nem tudjuk megmondani, hogy lassan azért február közepéhez érkezünk el, amikor adóelőleget kell, hogy fizessenek a cégek és a magánszemélyek is.
tulajdonképpen azt lehet mondani a mai napon, hogy majd szeptember közepe után, valamikor szeptember vége felé már okosabbak leszünk, tehát látjuk pontosan azt, hogy mennyi adóbevétel folyt be a számlánkra. Tehát ilyen szempontból a költségvetésünkből ugye kihúztunk tételeket, ezek a tételek ugye egészen pontosan arra vonatkoztak, hogy a saját önerős fejlesztéseinkről mondtunk rá az idei esztendőben, és hát jóval több mint 100 millió forintot úgymond félretettünk a költségvetésből. Ez magyarul azt jelenti, hogy ha ilyen mértékben csökken az önkormányzat adóbevétele, azt még különböző egyéb megszorítások bevezetése nélkül az önkormányzat költségvetése el tudja viselni. Akkor leszünk bajban, hogyha ez a bevétel kiesés, ennek a mértéke az a vártnál, a mostani rendeletünkben prognosztizáltnál még kevesebb lesz. És ugye mit fognak észrevenni ebből a mezőtúriak? Hát remélem, hogy nagyon sokat nem, ugyanis ez a költségvetés jelen pillanatban azt biztosítja, hogy a működésünk az zavartalanul legyen, tehát az önkormányzati létesítmények, az önkormányzati gazdasági társaságok működését azt fogjuk tudni finanszírozni az év hátralévő részében. Hangsúlyozom, hogyha a várakozásaink azok teljesülnek, tehát ez a csökkentés ez elegendő lesz ahhoz, hogy átvészeljük ezt az időszakot, és még a neheze majd ezt követően jön, hiszen a 21-es év az úgy látom, hogy még nehezebb lesz. Ez attól is függ, hogy most az idei év őszén a vírus tekintetében mi fog bekövetkezni, és az a helyi gazdasági szereplőket hogyan fogja érinteni. Nyilván ezt még nem tudjuk, majd ha telnek a hónapok, akkor majd fogjuk látni, és igazából majd pénzügyi értelemben majd jövőre érezzük, hiszen akkor látható lesz majd konkrétan, hogy mennyivel csökken az önkormányzat adóbevétele. Olyan szempontból észreveszik, hogy bizonyos fejlesztések ugye elmaradnak, vagy az időben ugye eltolásra kerülnek, tehát átcsúsznak a következő évre, vagy esetleg még tovább, 2022-re. És abbéli reményemet fejezem ki, hogy a 22-ben már ugye a 21-es év a dominancia az adózás tekintetében, hogy 21-ben már ugye a vírus hatásaival nem nagyon kell számolni. Én ezt remélem, hogy igazam lesz, de hát azt is majd természetesen majd a 22-es évben fogjuk észrevenni. Ugye sokszor elhangzik az, hogy mi van már a gördeszkapájával, mi van már a színházterem felújításával, ugye, ahol mozit hoznánk létre. Hát ezekhez, a projektekhez mind előfinanszírozás kell az önkormányzat részéről, vagy például a színházterem felújításához úgy becsüljük, hogy minimum 30-40 milliónyi önerőt kell még hozzátenni az elnyert 85 millió forintos forráshoz. Itt rögtön hangsúlyozni kell, hogy ez rendelkezésre áll, tehát egyesek időnként ilyen rémhíreket vagy álhíreket terjesztenek. Nem tudom, hogy miért lelik ebben örömüket. No, a lényeg az, hogy tehát a forrás az megvan. Eltökéltek vagyunk, hogy a színházterem felújítása is minél hamarabb megtörténjen, de például abban nyilvánul meg a vírus hatása és a gazdasági hatása az önkormányzatnál, hogy ezek, amit az imént mondtam, ezek a fejlesztések, ezek időben ugye hátrébb szorulnak, úgyhogy amint lehet hozzá fogunk majd. Nyilvánvalóan akkor lehet hozzáfogni egy beruházáshoz, amikor annak a forrása biztosított, tehát nem lehet ilyen szerencséjátékot játszani, hogy elkezdünk valamit, aztán ott marad majd félbe, tehát a forrásnak meg kell lenni, és a szabályoknak megfelelően egy beruházást ugye le kell bonyolítani, úgyhogy nyilván az eddig beharangozott fejlesztéseinket most jobb gazdasági oldalról próbálom megvilágítani, hogy az önkormányzat helyzetét próbálom ezzel érzékeltetni, hogy ez a fejlesztési területre viszont erősen kihat. Remélem, hogy a működésünk az zavartalan lesz. A harcsás, túrtő, halásztelek, holtágrendszer, hallgazdálkodási jogáról, pontosabban az ezzel kapcsolatos pályázati kiírásról is döntött a képviselőtestület. Miért volt szükség erre a döntésre? A Mezőtúri Horgász Egyesület megkötött szerződés az december 31-én lejár, és
az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó jogszabály miatt az önkormányzatunknak pályázatot kell kiírnia. Arra vonatkozóan, hogy január 1-től, tehát következő év elejétől ki lesz a holtágaknak az üzemeltetője. Több alkalommal tárgyaltunk, az egyesület képviselői közül ott voltak. Jedző úr, jó magammal, polgármester úr számtalanszor átbeszéltük a pályázati kiírási anyagot, meg érlelődött egy olyan anyag, amit aztán már be tudtuk terjeszteni a képviselőtestület elé, nem is volt igazán vita ezzel kapcsolatosan, hiszen előtte mindent leegyeztettünk. Sikerült egy olyan kiírást, egy olyan pontozási rendszert kialakítanunk, ami abszolút objektív, tehát majd ha beérkeznek a pályázatok, akkor létrehoztunk egy bírálóbizottságot, ami majd elvégzi a feladatát, lepontozza a beérkező pályázatokat, és ezt követően majd kihirdetjük a nyertest. Nyilván ez a kötelességünk, és az is a kötelességünk, hogy egy olyan pályázati kiírás szülessen, amely ugye meg is született, amely pártatlan, és nem húz ide vagy oda, tehát magyarul nem cégre írjuk ki, hanem tényleg egy olyan, amit mondjuk egy ellen érdekelt fél nem támad meg, és nem viszi jogi útra az esetet erre, és azért a jegyző úrnak oda kellett figyelnie. Úgy ítéli meg jogászként, hogy ez az anyag, ez ilyen, tehát nem támadható, és aki ezt a kiírást, ezt a tendert elnyeri, az biztos, hogy alkalmas lesz arra, hogy megfelelő módon üzemeltesse a holtágat, és azokat az elképzeléseket, amelyeket az önkormányzatunk megfogalmazott, fejlesztéseket is beleértve, a turizmus fejlesztését, a halgazdálkodásnak a magas szintű elvégzését, és még sorolhatnám, ezt mind-mind példaértékűen fogja végezni. Úgyhogy jelen pillanatban itt tartunk, néhány, egy-két hónapon belül, inkább két hónapon belül meg lesz majd az eredmény. A zárt ülésen tárgyalt a képviselőtestület az észak-déli kerékpárúttal kapcsolatban. Erről lehet-e tudni, hogy itt ezen az ülésen miről volt szó, hogyan állnak a város kerékpárút projektjei, mert ugye több is van. Igen. Hát ezzel kapcsolatban is mindenféle butaság kering időnként felfelröppen a közösségi médiában. Ott kezdeném, hogy itt is az elnyert rendelkezésre álló forrás az ott van az államkincstárnál vezetett alszámlánkon. Tehát már itt mondanak olyanokat, hogy elfogyott a pénz, meg nem is lesz az egészből semmi. Nagyon remélem, hogy lesz. Azért mondom így, vagy azért fogalmazok így, mert megtanultam az elmúlt években, hogy valami akkor biztos, hogyha már túl vagyunk rajta, tehát amikor már megépült. A helyzet a következő. Két eljárást bonyolítottunk le, illetve bonyolítunk, hiszen a kelet-nyugatiban még nem hirdettünk eredményt. Az észak-délében igen. Az észak-délinél az következett be, hogy az az ajánlattevő, aki a legkedvezőbb árat adta, a hiánypótlás során ugye elkövetett egy hibát. És ezt úgy próbálta a közbeszerzési szakértő korrigálni, hogy még egyszer kiírta ugyanarra a hiánypótlást, ami szabálytalan. Nyilván a szakértőnek az volt a célja, hogy megmentse az eljárást, mivel a második helyen ugye több cég pályázott, és ugye ez nyílt eljárás keretein keresztül zajlott le, tehát erről azt kell tudni, hogy megjelenik egy elektronikus felületen, és az pályázik, aki akar. Tehát nem meghívásos, hanem bárki az országból, aki, hogy mondjam, úgy érzi, hogy ezt meg tudja csinálni, meg szívesen megcsinálná és vállalkozna erre a munkának, ennek a munkának a megvalósítására, azt tud pályázni. A következő, tehát a második helyezett, hát most nem akarok butaságot mondani, mert pontosan nem emlékszem a számra, de 50 vagy 60 millió forinttal magasabb árajánlatot adott be, akinek az ajánlata viszont érvényes lett volna. Viszont az önkormányzatunk ennyi plusz forrást saját erőből, önerőből nem tud hozzátenni a projekt megvalósításához, ezért azt a döntést hoztuk, hogy eredménytelennek nyilvánítottuk az eljárást, és ebből pedig az következik, hogy újra
ki lesz írva. Mivel a kelet-nyugati kerékpárút projektnél is tudjuk, hogy sajnos ez lesz majd a végeredménye, ezért úgy döntöttünk, hogy egy eljárás keretein belül erre van lehetősége az önkormányzatnak, mint beruházónak. Tehát egy közbeszerzési eljárást fogunk meghirdetni, amelyben benne lesz a kelet-nyugati és az észak-déli projekt, és részajánlattételi lehetősége lesz majd a pályázóknak. Ugyanígy nyílt eljárás, mivel egybe kell számítani a két projektet, és hát körülbelül ott van a kettőnek az értéke bruttó 700 millió forint körül. Tehát egybeszámítás van, mert ugye ezek összeérnek, összetalálkoznak a Kossuth téren majd. Tehát ennek az eljárásnak az újraindítása fog lassan, majd hamarosan következni. Ehhez is egy képviselőtestületi döntés kell majd, amit én nagyon remélem, hogy most itt szeptember végén majd meg tudunk hozni, meg tudjuk hozni ezt a döntésünket, és akkor újraindul. De most ebből pedig mindebből az következik, hogy a kivitelezés az minden bizonnyal csak a következő évben indulhat el. Egyébként az önkormányzatoknak a topok terén az a kötelezettsége, vagy ami a vonatkozó határidőket illeti, az az, hogy 22. december 31-ig kell ezeket a projekteket befejezni, fizikálisan ugye megépíteni, tehát időnk még van, nincs veszve semmi. Én nagyon remélem, hogy a következő eljárás már sikeres lesz, és akkor végre a mezőtúriak tanúi lehetnek annak, hogy elkezdődnek a kerékpárút építések, hiszen két projektről beszélünk. A zöld kapcsolat kialakítása Mezőtúron elnevezésű projekt keretében 25 darab parkoló épülne a Petőfi Sándor utcába. Itt a munka el is kezdődött, azonban problémák merültek fel. Jelenleg hogyan áll ez a projekt? Igen, hát a kivitelező az sajnos eltűnt menet közben, és éppen hogy csak bele kapott a munkába. Ez abban nyilvánult meg, hogy kiásta az alapját a parkónak ott a református kollégium mellett a Petőfi Sándor utcában, és onnantól kezdve nem is csinált semmit. Mi vittünk oda homokos kavicsot, hogy a balesetveszélyt elhárítsuk. Ugye a vonatkozó szabályoknak megfelelően 30% előleget fizettünk ki ennek a vállalkozónak, és hát a jogi eljárást azt megindítottuk vele szemben. Ilyenkor ugye meghiúsulási kötbérről kell beszélni, és egyéb más nyilván az előleg visszakövetelése. Tehát a jogászoknál van a téma. Viszont, ugye mivel említette, hogy a zöld kapcsolat kialakítása Mezőtúron projekt része, a Petőfi Sándor utcai parkolók kialakítása, és egyébként is, hogyha ez egy önálló projekt lenne, akkor sem szabadna azt megtenni, hogy hagyjuk veszni a forrást és visszafizetjük. De itt egy 500 millió forintos projektről beszélünk, tehát mindenképpen meg kell, hogy valósítsuk. Egy új közbeszerzési eljárást folytattunk le, amely eredményes lett, erről döntött a képviselőtestület, tehát kihirdettük az eljárás nyertesét. A szerződéskötésnek már csak annyi híja van, hogy a nyertes cégnek produkálnia kell különböző dokumentumokat, felelősségbiztosítás, egyebek, például itt egy olyan vállalást kellett, hogy tegyen, hogy 6 hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat 30 napig. És még sorolhatnám, hogy mennyi minden dokumentumot kell becsatolnia, és amikor ezek megvannak, megkötjük a szerződést, a munkaterület átadásra kerül, és én nagyon remélem, hogy egy-két héten belül a kivitelezése el tud kezdődni, és hát én úgy gondolom, hogy maximum 2 hónap alatt a parkolók meg fognak épülni. Mezőtúr közterületein több változást is észre lehetett venni az elmúlt hetekben. Gondolok itt például játszóterekre, különböző kültéri fitnesselemekre, virágládákra. Ezek milyen projekt keretében valósulnak meg, illetve milyen további céljai vannak az önkormányzatnak a közterület fejlesztésével kapcsolatban? Ezek alapvetően ugyancsak az imént említett zöld kapcsolat kialakítása elnevezési projektünkből valósulnak meg, kivéve a virágládákat, mert azok más kezdeményezés révén kerültek ki ide a Szabadság térre és a Kossuth térre. Ugye a zöld kapcsolat szintén egy 500 millió forintos projekt, emiatt is sok bírálatot kaptunk már az elmúlt hónapokban, hogy esztelen meg különböző jelzőkkel illették. Hát nyilvánvalóan ezzel én abszolút nem értek egyet, és hát aki látja, hogy mik történtek a projektből, azok
azok tudják, hogy ez egy nagyon-nagyon hasznos projekt. Ott kezdeném talán, ugye említette, hogy sok változás, mindenképpen pozitív ez a sok változás. Hát nyilván az ember célja az, hogy olyanná tegye a települést, hogy ott az emberek élvezettel sétáljanak, sportoljanak, élvezettel töltsék el az idejüket a közterületen, és ne csak mindig otthon a négy fal között legyenek. Tehát mozduljanak ki a szabad idejükben. Ezt a célt szolgálja a projekt részben, amelynek van egy kb. 70 millió forintos eszközbeszerzési területe, vagy része ebből az 500 millió forintból, és ugye négy részre osztható, amely ugye tartalmazza a kávéház berendezését, ami a vadászházban található, tartalmazta a korcsolyapályát, amely már ugye megvalósult, beszerzésre került, szintén ott van a vadászház udvarán, és tartalmazza azt a két dolgot, ami most van megvalósítás alatt, ezek az utcabútorok, tehát padok, hulladéktárolók, és a negyedik rész pedig a játszótéri elemek és a fitness elemek. Ezeknek a kihelyezése van most folyamatban a város különböző pontjain, Erzsébet liget, Ligeti tó, itt a Petőfi téren. Ugye egy nagyon szép dolog valósult meg, és hát, hogyha arra megy délutánonként az ember, akkor látja, hogy milyen nyüzsgő élet van, hogy a gyerekek birtokukba vették már ezeket. Úgyhogy ezekből valósulnak meg, hát a virágládák pedig a Virágos Mezőtúr, ezt a nevet ugye mi adtuk neki a kollégákkal, ennek a keretein belül készített mezőtúri vállalkozó virágládákat, az intézményellátó Kft. Pedig még most is telepíti a virágokat, a növényeket ezekbe. Én úgy gondolom, hogy nagyon szépek lettek, és szebbé tették ezeket a közterületeinket. És hát a jövőben is az lesz a célunk, főleg, hogyha lesznek ilyen jellegű pályázati lehetőségek, hogy még szebbé tegyük a közterületeinket, de hangsúlyozni kell, hogy azért vannak más egyéb fontos fejlesztési területek is. Itt utalnék például a Dózsa-György úton, hogy ismét néhány évvel ezelőtt a szennyvízhálózat egy része szakadt be ott a lámpánál, a főterünk kezdeténél, most pedig itt a Rákóczi út becsatlakozásánál szakadt be a csapadék csatorna, a betoncsatorna, ami miatt az utat meg kellett, hogy bontsuk, tehát itt arra utalok, hogy a közműveink felújítása is várat magára, és el kellene most már kezdeni. És hát megemlíthetnénk ismét a Földes utcákat, tehát ahonnan ugyancsak nagyon sűrűn, nagyon sok panaszt kapunk, főleg, hogyha esős időjárás van, úgyhogy számos fejlesztési feladata van az önkormányzatnak, és arra is törekszünk, hogy lehetőleg ezeket a Földes utcákat minél hamarabb megszüntessük, járdajavítások is még sorolhatnám vég nélkül. Tehát nem csak ilyenben gondolkozunk. És megint oda lyukadok ki, hogy nem mehetek el mellette szó nélkül, hogy amiatt is számtalan bírálatot kapunk, hogy miért nem az említettet, miért nem járdát építünk, miért nem utat építünk, azért nem, mert azokra nem lehet pályázni. Amikre lehet pályázni, ugye elmondtam az imént, hogy mi valósul meg pályázati forrásból, nyilván kihasználjuk, mert ezek is hasznos, értékes dolgok, de sajnos nagyon sok mindenre nem lehet. Például nem lehet a strandfürdő fejlesztésére pályázatot benyújtani, mert erről lemaradtunk. Ott van a Hortobágy, Berettyó esete, erről olyan pozitív hírem van, hogy most egyeztettünk a hétfői napon, tegnap a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatójával, aki már magával hozta a kiválasztott tervezőt, a folyó rekultivációjának, vagy a csatorna, a Hortobágy-Berettyó főcsatornáról beszélhetünk, a rekultivációja ezzel olyan értelemben kezdetét veszi, hogy a tervezési feladatok elindulnak. Átbeszéltük a műszaki tartalmát a tervezővel és ugye igazgatóurral. Abban állapodtunk meg, hogy egy hónap múlva már ugye a vázlattervek, az elképzelések ugye tervszinten körvonalazódnak, és akkor ismét tartunk majd egy egyeztetést, hogy akkor ez mindenki számára megfelelő-e. Nyilván ugye a vízügy részére is szakmailag egy megfelelő tervnek kell készülnie, de nekünk mezőtúriak számára is arra kell törekedni, hogy az a terv az a
mezőtúriakat szolgálja olyan értelemben, hogy ezt a jelenlegi állatlan állapotot ezt egyszer s mindenkorra meg szeretnénk szüntetni, és természetesen úgy, hogy a mezőtúriak ott, sőt, nem titkolt szándékunk, hogy a turisták is majd ezt birtokba vegyék, hogyha elkészül a beruházás. Jó, hát ez még néhány év, mire ez megvalósulhat. Polgármester úr már többször beszélt itt a stúdióban is a Modern Kisvárosok programról. Ez mekkora segítséget jelenthet a jövőre? Van erről valamilyen bővebb információja a polgármester úrnak, hogy mikor kerülhet ez a program kiírásra? Nincs sajnos még jelen pillanatban konkrét információ. Boldog István képviselő úrral már a korábbiakban, tehát már hónapokkal ezelőtt beszélgettünk erről a programról. Hát az országnak most nagyon sok dolga és hát kiadása van ugye a vírus helyzet miatt. Ugye láthattuk az elmúlt hónapok intézkedései nyomán, hogy micsoda irtozatos forrásokat emésztett fel. Az, hogy igyekeztek például a munkahelyeket megvédeni, és még sorolhatnám, hogy mennyi mindenre költött az állam. De én nagyon remélem, hogy ettől függetlenül majd ez a program elindulhat. És hát például ebben már lehetnek olyanok, hogy útépítésre, tehát belterületi utak, ilyen kisebb utcáknak a legalább az út alapjának az elkészítésére majd tudunk pályázatot benyújtani. Úgyhogy én már nagyon várom ezt a lehetőséget. És hát ugye tudom, hogy folyik az uniós költségvetésről is a vita, a következő 7 év költségvetéséről. Ugye amint ez megszületik, és ugye lejön az országok szintjére, aztán itt az országok is kidolgozzák a költségvetéshez igazodó pályázati rendszerüket, akkor látjuk majd igazán, hogy milyen lehetőségeink lesznek, és hát nem utolsó sorban milyen lobbyerővel rendelkezünk, mert azt szeretném hangsúlyozni, hogy a pénzek, a pályázati források az úgy nem úgy ide hullanak az adott településre, hanem azokért azért sokat kell dolgozni, lobbizni, harcolni, hogy minél többet ide tudjunk hozni. Eddig ehhez minden feltételünk adott volt, hiszen a magyar kormánnyal jó kapcsolatban vagyunk, az országgyűlési képviselőnk is agilis, és igen intenzíven kopogtat azokon az ajtókon, ahol kopogtatnia kell azért, hogy eredményt érjen, ilyen jellegű eredményt. Úgyhogy nagyon remélem, hogy az uniós következő ciklusban is tudunk szép eredményeket majd elérni. Ezzel kapcsolatosan például olyan információm van, hogy a topok rendszere talán megmarad, ugyanúgy, mint amik ugye most is futnak, de erről sem tudok igazán részletesen beszámolni, mivel nem rendelkezem ezekkel az információkkal. Nyilvánvalóan a célunk az, hogy fejlesszük tovább a települést, minden égető problémát lehetőleg minél nagyobb mértékben oldjunk, megszüntessünk meg. Hát olyan sose lesz, hogy mindenki elégedett lesz, és az égvilágon mindent meg tudunk oldani, mert ilyen nem volt, meg nincs, meg nem is lesz soha. De nyilván azon kell, hogy dolgozzunk, és minden idegszálunkkal arra törekedni, hogyha egy adott fejlesztési forrást ide tudunk hozni a településre, akkor ezt tegyük meg, és hozzunk létre értékes és szép dolgokat. Én köszönöm szépen Herceg Zsolt polgármester úrnak, hogy eljött hozzánk a mai napon. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmüket, Önök a Túri Objektívet látták. Ne feledjék, műsorainkat az interneten is megtekinthetik. További szép napot kívánok, a viszontlátásra!